Havas Attila, a Szent Benedek Gimnázium és Szakképzőiskola történelem tanára dolgozta fel és mutatta be a város történetét ismertető előadássorozat 6. részében a II. Világháborút és a Rákosi korszakot felölelő időszakot október 14-én a Kiskun Múzeumban. Az előadást jelentős háttérmunka és forrásgyűjtés előzte meg. Alapvetően a félegyházával történtek, illetve a félegyházával kapcsolatos, vagy félegyházáról elszámozott emberek érdekesebb történeteit, vagy hát eseményeket próbáltam összeszedni. Hát nem volt annyira nagyon egyszerű dolgom, mert így feldolgozva ez a korszak pont annyira nincsen, tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy amit sikerült, azt kifacsartam a témából, összeszedegettem a dolgokat. Az előadó kutatásai során a könyvekben és az újságokban megjelent korabeli fotókat gyűjtötte össze, melyek bemutatják a korszak eseményeit, a Donkanyarhoz vonuló II. Magyar Hadsereg toborzását, közöttük a félegyházáról és a térségből származó katonák itteni gyakorlatozását. A II. Világháború kapcsán két dolgra koncentráltam, vagy fog koncentrálni az előadás. Egyik a Donnál történtek, ugye, mert innen is elég sok katonát vittek el erre a Szovjetunióba, úgymond meghalni idézőjelbe, és a másik pedig a holokauszt, ami szintén nagyon, hát elég súlyosan érintette a várost. Az utána lévő időszakból nem mondom, hogy annyira sok érdekesség lenne, de ezt a fajta kommunista, szocialista, hogy mondjam, hozzáállást a világhoz azért elég jól lehet követni itt félegyházan is, ami akkor történt. Főleg érdekes, ahogy magukhoz ragadták a hatalmat, és utána ez egyre jobban bedalálták az embereket ebbe a kollektivizálás, államosítás, stb. Ezekbe az eseményekbe. Az időutazás címet viselő előadássorozat 7. részében október 22-én kedden 17 órától az 1956-os forradalom félegyházához kapcsolódó eseményeit ismerhetik meg az érdeklődők Gémesné Endre Erika és Csekjéné Hevér Tíme a közös előadásában.